Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolat, amit tervez, a második kérdés, hogyan érzi magát, a harmadik kérdés pedig, hogy mit fog tenni. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, és mi az ő terve. Itt látható ez a ravasz róka. Ez sok mindent jelenthet. Például azt, hogy nála vannak most negatív gondolatok, mint például, ó, ez úgysem sikerül, ebből nem lesz semmi. Persze ez a ravasz róka utalhat hamisságokra is a környezetében. Amikor valaki figyelgeti őt, becsapja őt, hazudozik neki, mivel ez a ravasz róka, ez a hamisság az ő gondolataiban már most megjelenik, ő tudatában van ezzel, sőt én úgy gondolom, hogy tudja azt is, hogy kiről van szó, ki ez a hamis személy a környezetében. A második kérdés úgy hangzott, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol ő le tud gyökerezni. Ez lehet a hivatása, a lakhelye, vagy a párkapcsolat, egy stabil párkapcsolat. Ez a fa jelenthet egészségügyi témákat is. Összefüggésben a ravasz rókával előfordulhat az, hogy beteg volt, vagy valaki a családban, és rossz ápolást kaptak. Tehát itt megjelent ezen a téren a hamisság. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, mint például orvos, és ott van a munkahelyén ez a hamisság, mert valaki figyelgeti őt és irigy rá. Ez a fa azt is jelentheti, hogy ő benne volt vagy van egy bizonyos helyzetben, ami őt betegítette, hiszen ebben az esetben szintén megjelenik a ravasz róka, hogy valaki becsapta őt, hazudozott neki, és ez betegíti őt. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy mit fog tenni irányodba. Itt ő jelenik meg a képen, közeledik hozzád, elvárja, hogy észrevedd őt. Az is lehet, hogy eddig visszahúzódó voltál, és akkor megjelentek ezek a hamis gondolatok, és most feltűnik újra, elvárja azt, hogy megkapja az elismerést tőled. Nálam most az a fontos, hogy ő legyen a középpontban. És melyik kártya van itt a középpontban, megnézzük, hiszen ez azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket, itt látható a csillagkép, ami szerencsét hoz. Sőt, kihat a sorsotokra is, mert minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!